Szép napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm Önöket a Tárlak Szalon mai rendezvényén. Külön köszöntöm Kéri Andrást, aki ma a főszereplő, hiszen az ő képeit láthatjuk itt most a Tárlak Szalonban. Picit rendhagyó módon lesz a kiállítás megnyitása, mert ő saját maga fogja nekünk ajánlani a képeit. Átadom a szót Andrásnak. Jó napot kívánok én is mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttek a rossz idő ellenére is. Szeretnék mondani pár szót a rajzokról és úgy egyáltalán mondjuk úgy önmagamról. A nevem Kéri András, Jászberényben születtem 32 évvel ezelőtt. Karcagon nőttem fel, ott tanultam ki két szakmát, de ezekben igazság szerint nem sokat dolgoztam. Munkalehetőség révén kerültem ide Esztergomba, és közel 8 éve lakom itt. Rajzolgatni mindig is szerettem, komolyabban 4-5 éve foglalkozom ezzel, és bizonyos értelemben a munkámnak köszönhetően kezdtem el újra ezzel foglalkozni. A köztes időkben történő firkálgatásokkal tért vissza ez a gyermekkori szenvedély. Asztallapra, papírokra, székre, bárhová, ahová fogott a toll és a ceruza, és éppen bármiről, ami eszembe jutott, amit olvastam, vagy amit a tévében láttam. Ezeknek nagy százaléka természetesen a szemétben végezte, de egyet-kettőt, amit jobb ötletnek találtam, azt hazavittem, és ezeket otthon újra rajzolgattam, és hát tulajdonképpen így kezdődött, és valamilyen szinten még a mai napig sincs másként. Először fekete-fehérben, tudatos formák és alakok nélkül, majd később egyre több tárgy és érzés került a rajzokra. Hát ez volt igazából a kezdetek, amikor csak fekete-fehér rajzokat készítettem. A határozott, kontrasztos fekete-fehér rajzok kifejezése bennem azt a gondolatot erősíti, hogy semmi sem csak fekete vagy épp fehér, semmit nem lehet egyféleképpen nézni, mindennek van másik oldala. Egy dolgot el lehet mondani többféleképpen, ami az egyik embernek emlék, vágy, az a másiknak közömbös. Ami az egyiknek csak vonal és tinta, az másnak szimbólum és utalás. Fekete és fehér a két véglet, de ha megállunk középen, és kicsit a formák mögé nézünk, egészen mást is láthatunk. A sokszor számomra is alig ismert, és talán tudatalatti jelképrendszer más stílusban is utat talált, és könnyedebb kifejezés módban készültek azok a rajzok, amikre én általában csak azt szoktam mondani, hogy nem kell őket annyira komolyan venni. Többnyire fekete tussal vagy tollal készülnek, és az adott kereteken belül próbálom a lehető legszínesebbé tenni őket. Olyasmit lerajzolni, amit a fák levelein megcsillanó fény, vagy a felhőket kergető szél keltette hangulatomban, szavakkal elmondani nem tudok. Autodidakta módon próbálom magamban fejleszteni a képességet, amit kaptam. Sabár még elég sok hibát ejtek, de azt is látom, hogy az évekkel ezelőttiekhez képest érezhető fejlődés mutatkozik. Mikor már úgy gondoltam, a képességeimhez mérten az alapokat megfelelően elsajátítottam, a szerencsé úgy hozta, hogy kaptam ajándékba egy csomag színes ceruzát, és ez egy-két korábbi próbálkozástól eltekintve számomra teljesen új képeket jelentett, új távlatokat nyitott meg előttem. A legegyszerűbb dolgokkal kezdtem, mint azok a tárgyak, amelyeket nap mint nap használunk, mint például egy válfa, vagy egy dugóhúzó formájának a tovább gondolásával. Nem tanultam senkitől, nem is próbálok hasonlítani senkire, de természetesen jó pár dolog inspirál. Például az elolvasott könyvek, néha filmek, és mindennél jobban szeretem például, remélem jól mondani a nevét, Hieronymus Bosch képeit. Nagy hatást tett rám a Jelenések könyve a Bibliából, vagy akár a Mester és Margarita, mindaz, ahol a valóság összekeveredik a valótlannal, a szép, a torz és a nem világi dolgokkal. A groteszk, a fekete és a fehér ellentétes, ám egymástól elkülöníthetetlen viszonya, a bizarr és zavarkeltő tárgyak elrendezése lágy színekbe ágyazva jelenleg számomra a legkifejezőbb eszköz. A képeken sokféle alak, lelket kapott tárgy látható különféle szituációkban, s habár néhol véres erőszak nem szerepel rajtuk, néhol karikatúrába hajlik, ám minden esetben több van mögöttük, mint a címekben szereplő eszközök nevei. Jelenleg ez az irány számomra, de az útkeresés, a tanulás, a tudás jóforma még csak most kezdődik. Éppen ezért hálás köszönet illeti meg részemről a Tárlak Szalon galériát. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy megmutathassam mindezt.
és köszönöm önöknek a figyelmet, és köszönöm, hogy itt vannak, fogadják szeretettel, ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük szépen, köszönöm szépen, gratulálok. Köszönöm. És további sikereket kívánok, és bízunk abban, hogy a tárlakszalon hozzásegítette ahhoz, hogy egy kicsit ismerté váljon a neve. Itt pedig kívánom önöknek, hogy merüljenek el Kéri András képeiben, tanulmányozzák, érdemes, különleges, érdekes világba visz el bennünket. Érezzék továbbra is jól magukat. Köszönöm önöknek, hogy ebben a nem igazán bogározásra, hogy Atek a fotós mesélte, hogy Erdélyben a sétát bogározásnak is mondják. Nem éppen bogározásra alkalmas időben megtisztelték jelenlétükkel a tárlakszalon mai eseményeit. Köszönöm szépen, és érezzék jól magukat nálunk most is. Minden jót kívánok!